Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy videó kezdőknek arról, hogy hogyan induljunk gyorsan a Warframe-be, hogyan szerezzünk gyorsan Warframe-eket, hogyan szerezzünk platinát, hogy több Warframe-ünk legyen. És előre kihangsúlyozom, ez nem egy olyan videó lesz, ahol elmagyarázom, hogy mi mit jelent. Hogyha azt szeretnétek tudni, akkor ugorjatok el a csatornámra és nézzétek meg a Warframe Atom kezdőknek című videómat. Itt most arról fogunk beszélni, hogy hogyan vegyél egy gyors lendületet, és kezdjél el gyorsan fejlődni Warframe-ben, hogy gyorsan megszerezd a Warframe-eket, és a többi, és a többi. Én is nagyjából ezt az utat követtem, habár amikor elkezdtem Warframe-ezni, fingom sem volt arról, hogy ezt az utat követtem, de most már, hogy így már jó pár óra benne van a játékban, így kirajzolódott bennem egy kép arra, hogy hogyan is lehetne egy gyors startot venni a Warframe-en abban, hogy minél gyorsabban meg lehetne az összes frame, minél gyorsabban lehet platinát, hogy azokat a frame-eket megvásárolhass, legalábbis a helyet megvásárolhass hozzá, illetve a fegyverhelyeket megvásárolhass hozzá, és hogy minél többet több magasabban és gyorsabban érd el azokat a bizonyos mastery rankokat. Na most, hangsúlyozom, hogy ez nem fog több tudást adni a játékról. Több tudást adni a játékról csak az fog, hogyha te magad elkezdesz utána nézni a Wikipédián, elolvasod a hotfixeket, és alapvetően így nyomozol a Warframe után, hiszen a Warframe-nek ez az egyik tulajdonsága, különlegessége és sajátossága, hogy úgy van összerakva a játék, hogy sokat kell utána nyomozni bizonyos dolgoknak, illetve hát olyan sokat nem, de utána kell nyomozni, utána kell nézni, és ettől válik az egész játék szépé, ha nem, akkor csak megragadsz egy bizonyos elemi szinten. Na, minden esetre térjünk rá a videóra. Mit kell csinálni minden kezdőnek, hogy gyors startot vegyen? Először is nagyon fontos, ugye, hogy kiformuljátok a különböző űrhajónak a különböző részeik, mint a kódexet, mint a market, mint a Foundry-t, és mint a modokat, az arzenát, és a többi, és a többi. Ezeket az alkatrészeket megszerzitek, leszeritek az Escaris Negatort a lábatokra, amit megint csak mondom, hogyha hihetetlen, ismeretlen fogalmak hangzanának el ebben a videóban, akkor el kell ugorjatok a csatornámra megnézni az atomkezdőknek videót, hogy a fogalmakkal is nagyjából tisztában legyetek. Továbbá ugyanez igaz a modolásokra is. Na de most, ugye, hogyan induljon neki kezdő a Warframe-nek? Célszerű, manapság célszerű az Excaliburt választani. Most a legcélszerűbb dolgokról fogok beszélni. Szóval manapság célszerű az Excaliburt választani, mert ahogy fejlődik a karakter, ahogy kapod egyre jobb modokat, úgy annál is jobban lehet az Excaliburt modolni, és annál jobban erősebb és erősebb és erősebb karakter lesz. Továbbá jó crowd control, illetve szóló képességei is vannak, ezért az Excalibur nagyjából megfelel mindenhova. Sajnos ezt kell mondjam a Volttal és a Meggel szembe. Jelenleg az Excalibur torony magasan vezet képességeit tekintve, és túlélési képességeit tekintve, és a játékok mennyiségét tekintve, ahová lehet vinni, amilyen fajta játékok felé lenni. Szóval egy logikus választás az Excalibur lenne. De mivel még nincsenek megfelelő módjait, így aztán az Excalibur megeshet, hogy könnyen esik egy kicsit nehezebb missionökön. De no para, van itt egy úgynevezett Warframe, akit úgy hívnak, hogy Valkyr. Valkyr pedig Aladvénél tudjátok megszerezni. Regular Mission Assassination Aladvén Valkyr mostanra egy halhatatlan frame lett. Őt kell megszerezni. Na most úton útfélen el kell jutni a Jupiterhez, és nektek addigra valószínűleg itt csak egy föld lesz. Amit javaslok, amíg eljuttok a Jupiterre, talán addig meg kell szerezni a Mars, Vénusz, Merkurt, nem emlékszem már pontosan, hogy volt a sorrend, de amíg eljuttok eddig a Jupiterig, és már pedig az első célotok az legyen, hogy elmenjetek a Jupiterre. Ez első cél a Warframe-re Jupiter és Valkyr megszerzése. Ugyanis hogy indul egy karakter? 2 slotod van plusz 50 platinád. Szóval 2 slotod, az egyik ugye az alap Warframe-ednek, aki most jelenleg az Excalibur, a következő pedig a Valkyr legyen. Persze ez egy javaslat, de nagyon erősen javaslom a Valkyrt, és ahogy végigmentek a bolgókon, Marson, Vénuszon, amíg mentek, szépen az ott fellelhető, adott bolygón lévő fellelhető Warframe-et kiformoljátok. Nem gyártjátok még le, csak kiformoljátok. Elmentek a Marsnak a bosszához, és kiformoljátok rajta, vagy ki is van Marson, már nem tudom.
Nem tudom, azt hiszem aladvé van itt, de már nem biztos. Nem aladvé, bocsánat. Vorkapitány, de már az sem biztos. A lényeg az, hogy elmentek bármelyik bolygóban útba a Jupiteren, elmentek a bosszig, és kifarmoljátok az ott lévő adott Warframe-et a bossnál. Szóval ez a lényeg. Tehát föld megvan, ugye ki, maxolod a földet, fontos. Utána Mars, Vénusz, nem is tudom, hogy vannak a bolygók, elmentek a bosszig, kiformoljátok az ott lévő adott Warframe-et. Utána megszerzitek a Jupitert, kiformoljátok a Valkürt, és a Valkürt elkezditek építeni. Miért pont a Valkürt? Azért, mert a Valkür a játék jelenlegi állásában egy halhatatlan, gyakorlatilag elpusztíthatatlan karakter. Azt kell, hogy mondjam, és ha megszerzitek a Valkürt, akkor itt van a kicsike. Csak nekem már nagyon ki van díszítve csincsóra. Akkor őt érdemes használni az elején. Mindenképpen ővele érdemes játszani. Tudom, nektek nem lesznek ilyen modok, de ne is essetek pánikba. Nagyjából amire elértek a Valkürhöz, lesznek ilyen módjaitok, hogy Redirection, Vitality, Steel Fiber. Ezek a kulcs módjai a Valkürnek. Addigra már nagyjából majdnem biztos, hogy beszerzitek a Continuity-t és az Intensify-t, további két kulcsmód a Valkürhöz, és nagyjából kész is vagytok. Ha nincs több modotok a Valkürre, Istenem, bőven elég, bőven elég. Na most, a következő lépésetek, most jön egy kicsit a Warframe unalmasabb lépése. Rettentően fontos, hogy a Valkür segítségével, amit tudtok, leszámítva defense missionöket, ahol tudtok a Valkürrel, végigmentek és feloldjátok az összes bolygót. Valkürrel könnyedén megcsináltok, akár egyedül is. Ezért mondtam a Valkürt, mert ő egyedül is akár jól helytel, mert rájöttek, egy-két bolygón, egy-két játékon rengeteg pálya van, nem mindenhol lesz játékos, ezért ahogy úgy javaslom feloldani a bolygókat, hogy folyamatosan bosstól bosszig menjetek, legyen nekem itt egy bolygó, amit még nem oldottam föl full teljesen. Például itt vannak ezek a pályák, nem oldottam föl teljesen. Azért, mert megszereztem egy bolygót, és más nem csináltam, csak legrövidebb úton, egyenes úton elmentem a bosshoz. Na és hogyha megvolt a boss fight, én ott kifarmoltam azt az adott Warframe-et. Na, ezzel ugye megvonják, megszerezzed az összes bosst, és az adott lehető helyeken kifarmolod az összes Warframe-et, az összes pályán. Nem építed meg őket, csak kifarmolod. A következő dolgot, ugye, miközben úton útfélen vagy, már eleve szereztél egy pár nyersanyagot, és rettentően fontos, hogy az alert missionöket, mikor még kezdő vagy, ezeket nagyon megcsináld, mert jó jutalmakat dobnak kezdők számára. A következő dolog, ami itt van, az Invasion Mission-öket, javaslom megcsinálni az összeset az aznapit, mert jó dolgokat dobnak kezdők számokra, melyeket később felhasználhatsz. Na most, ezzel nem kell törődni egyelőre, ez egy gyors start kezdőknek. Na most, feloldottad az összes bolygót, tök happy vagy. Ugye jön egy alert mission, és há, bakker, nem tudsz mit csinálni, mert neked nincs meg az a feloldott slot, tegyük fel. Eris, sok mindenem nincs feloldott. Tegyük fel itt a Solumion, nekem van egy alert is, és bakker, hát nem tudom feloldani, de nekem most ez a pálya szabad, és ahhoz, hogy ezt a pályát feloldjam, inkább magyarázok innen, ahhoz, hogy ezt a pályát feloldjam, ugye végig kell mennem mindezeken, kurva egyszerű, csak alert missionöket érdemes feloldani a pályákat, úgy vagyok vele, mert a legtöbb pályán nincs játékos. Látjátok, itt van squads open 0, legtöbb pályán nincs játékos, de amikor egy alert mission van, akkor nem hogy csak nekem nincs feloldva egy pálya, de másoknak sincs, ezért szépen mindegyik pályán találsz embereket, és segítséggel fel tudod oldani a nehezebb pályákat is, hogyha netán alert missionről van szó. De egyelőre, hogy megszerezted a Valkürt, és megvan az Excaliburod, ami már mostanra egyre-egyre jobb modokat kap, tehát egyre-egyre erősebb lesz, így aztán az első feladatod elmenni farmolni Void kulcsokat. Ez itt a Void, és ezekhez Tower kulcsok kellenek. A Tower kulcsok azért hasznosak, mert itt kifarmolhatod a Prime cuccokat, a Prime Warframe-eket, Prime fegyvereket, némelyike ugyebár sok platot ér, vagyis legalább annyi platot ér, amiért megéri eladni. Na most, jó Prime, illetve kulcs formoló helyek. A Földön a Lua, nagyon jó hely, és olyan
olyan a nyersanyagot dob, amire későbbiekben szükséged lesz. Föld, Lua, akkor következő jó farmolóhely, Jupiter, Kallisztó, olyan T4 kulcsokat dob, amire szükséged lesz. Továbbá Jupiternek a Survivor Mission-re, az Elara, olyan alkatrészt dob, ami nekedre nagy szükséged van. Továbbá Jupiteren aladvét mindig leölni, neurál szenzorél, Elarál is neurál szenzorél érdemes menni. Lássuk csak, továbbá Merkúron például, ahol későbbiekben nagy szükséged lesz az Apollodorus Survivor-re, érdemes elmenni, továbbá olyan nyersanyagokat dob, amire érdemes elmenni. Továbbá nagyon-nagyon lényeges hely Triton, Excavation Triton, ugye Neptunon, Uranuson nagyon-nagyon-nagyon lényeges hely az Ophelia, egy jó Survivor játék. Ezeken a helyekre el kell jutnod és farmolnod kell, magyarul játszanod kell a játékkal, nem is keveset, hanem elég sokat, és most, és ugye ezért mindezekért a játékért, a játékokért cserében nagyjából Void kulcsokat fogsz kapni. Következő farmoló hely és jó Warframe XP-ző hely, majd később Ceres Drakód, amire ide eljut, addigra egy pár dolgot ki kell farmolnod. Ezeket a helyeket jó, ha megjegyzed, visszatekered és megcsinálod magadnak. Megint csak mondom, egy gyors startról van szó. Void. A Voidban jutsz és kapsz ilyen T4 kulcsokat, T4 Defense, T4 Cash, T3 Defense, T3 Survey, úristen, abban farmolnom kell még, Tower 3 szabotás, Mobile Defense, és a többi, és a többi. Azért van nekem például ezekből ilyen kevés, mert jelenleg itt találhatok az értékesebb dolgok, amiből platinát kell szerezni. Na most, azért kell egy olyan erős Warframe, mint a Valkyr, aki most arra már über erős kell, hogy legyen, hogy lesznek az ilyen T3 Survivor-ok, T3 Defense-ek, Capture-ok, blablabla. Na most ezeken T3 helyeken többnyire jelenleg olyan cuccokat dob a Void, amelyek platinaira el lehet adni. Kifarmolod ezeket a cuccokat, több-kevesebb eséllyel ki fogja őket dobni, és a tradingen fogod és beírod, hogy Want to sell Pölö, Loki System, és beírod neki, mennyi most egy Loki System, 50 plat. Beírod, és akkor mondjuk megveszik 50 platért tőle ezt a Loki System, és már is nyertél nagyjából két Warframe helyett, egy fegyverfrotot, vagy sok fegyverfrotot, vagy egy Orokin Reaktor című alkatrészt, amit megvehetsz a marketből, hogy mi az Orokin Reaktor. Nézd meg megint csak a Warframe-atom kezdődnek videómat a különböző kifejezésekért, vagy nyomoz utána. Na most, ez lesz a dolga egy jó darabig Warframe-ed, úgyhogy azt mondom, hogy fogod magad és farmolsz, eladsz, és amikorra már mondjuk fel tudtál oldani egy 4-5-6 ilyen Warframe slotot, és mit akarok mondani, Warframe slotot, ugye Equipment Inventory, tehát mit tudom én, kezdesz ugye Excaliburral és Valkyrrel, és amikor már jó 4-5 slotot fel tudtál oldani a Warframe-ekkel, akkor elkezdheted legyártani az éppen adott Warframe-ot, amelyeket szeretnél. Ha anetán addigra kiformoltál egy Prime settet, egy full Warframe settet, akkor inkább az gyárs le a normális set helyett, és további javasolt Warframe-ek így kezdőknek mostanában a Loki lenne az, amit utána meg kell leszerezni. Tehát a Valkyr után érdemes helyből legyártani a Lokit, vagy a Loki Prime-ot, ha netán addigra sikerül megszerezned és nem adtad el. De azt javaslom, hogy az elsőt add el, és utána farmolsz ki újra, hogy mert viszonylag jó platot ér. És Loki Prime-ot érdemes megszerezni, mert a Spy Mission a király és Ultimate kényelmi karakter, főleg azért, mert láthatatlan tud lenni, és sok helyre el lehet vinni, többek között az Excaliburral együtt egy olyan helyre, amit úgy hívnak, hogy Raid. Law of Retribution, itt a Loki és az Excalibur is nagyon jól megállja a helyét minden esetben. Na most, nagyjából
ez lenne egy gyors start, és folyamatosan ezt a dolgot, ezt a farmolgatást ugye meg kell ismételned, hogy folyamatosan kapjad ezeket a kulcsokat, a tower kulcsokat, és folyamatosan visszajönje farmolni. És nem beszélve arról, hogy miközben farmolsz ezeken a helyeken, különböző nyersanyag alkatrészeket kapsz, amit fel kell egy kicsit gyűlesztened, hogy több legyen, egyre több kredited le, egyre többet tud gyártani, és egyszer egy hirtelen boostot tudsz adni a karakterednek, a karaktereidnek, ugye az akkontodnak, vagy hívd, ahogy szeretnéd, és ezáltal egy gyorsabb startot tudsz csinálni. Valahol én is ezt csináltam, amikor kezdő voltam, csak nem tudtam, hogy ezt csinálom, és nem ennyire célirányosan csináltam, mint ahogy itt elmondtam ebbe a videóba. Na most, hogyha már úgy érzed, hogy egy kicsit már kényelmes vagy, egy kicsit többet megszereztél, akkor érdemes egy kicsit jobban belemenni a Warframe világába, háttértörténet, stb. Hol szerzel meg ezt, azt, amazt, érdemes már csinálni egy kubrót, mert akkor nem viszel annyi kreditet, stb. Érdemes kubrókkal kereskedni, onnan kijön egy ilyen nagy böhöm állatod, ami ugye egy Lotus kubrónak hívják, ezeknek az imprintje sokat ér. Mindezekről a fogalmakról természetesen nézd meg a videómat, meg csak mondom a csatornámon, a Warframe-on kezdőknek. Kereskedhetsz modokkal, egyre több modot szerzel meg, egyre jobb modokat szerzel meg, azokat pedig természetesen upgrade-eled azokat a modokat, úgyhogy és szépen lassan, azt mondom, hogy mitán itt szépen kiformoltad, szereztél már magadnak egy-két platot, vettél új Warframe helyeket, egy jó gyógy boostot tudsz adni mind a Mastery rankodnak, mind a Warframe-ének, és akkor megint jön egy pangás időszak, mikor megint neki kell álljál farmolni, de most ezúttal más lesz, mert lesz már több Warframe-el, élvezetesebb lesz a játék, kipróbálhatsz különböző Warframe-el, különböző összeállításokat, többféle játékmódra, nagyobb választékú Warframe-el, még speciálisabb Warframe-el, jobb fegyverekkel. Amiről elfelejtettem mesélni, az, hogy milyen fegyvereket vegyen egy kezdő, legalább is ezeket a fegyvereket jónak gondolom, hogyha elértek odáig, hogy fegyvereket kelljen vásároltok. Azoknak, akik nem szeretik a shotgunokat, nagyon-nagyon javaslom a Boltort. Mastery Rank 3-tól lehet elérni. Boltor kiváló fegyver kezdőknek, a következő pedig a Soma lenne. Hogyha addig elértek Boltor vagy Soma, ezeket érdemes manapság kiszedni. Ha majd még tovább elértek, akkor a Tonkort érdemes. Ez a három fegyvert javaslom így kezdőszinten. A következő lényeges dolog, aki szereti a shotgunokat, most ebben a játékban jelenleg nagyon-nagyon tudom javasolni előszeretettel a shotgunokat. Jelenleg a Hack nagyon tud aprítani, Tiberon, Tigris, ezek kurvára tudnak aprítani. Ezeket a fegyvereket javaslom lövőfegyvernek egyelőre. Kardoknak, na most ez mindig egy érdekes dolog lesz, a Dual Cleavers-t javaslom az egyik karnak, Dual Kamát javaslom a másik karnak, nagyon jó adatokat lehet végül is belőle kihozni. A másik, a Galatint javaslom az egyik ilyen karnak, nagyon jó adatai vannak, kicsit lassú kard, de a Valkür kezében elpusztíthatatlanul durvára sikerenik, szóval a Glaive-et mindenképp, a Glaive, bocsánat, Galatint mindenképpen javaslom, főleg a Valkür kezébe. Hol vagyunk még, mit tudnék még kijavasolni, a Skindot tudom javasolni, ha elértek odáig. Később a Tipedon, de kezdetnek az első kardotok szinte majdnem biztos, hogy Skana lesz, ami nagyon is egy jó kard, hogyha becsületesen van kimondolva, de a későbbiekben, mint mondtam, Galatin, Skindo a Valkür kezébe, Dual Cleavers a Loki kezébe, a Dual Cleavers Excalibur Loki kezébe a Skanával együtt, ezekkel a kardokkal mind a két karakter jól bánik, a Galatinnal, a Skindoval pedig a Valkür válik jobban, de ha még mindig akarsz egy kardot, akkor persze, amit szinte majdnem elfelejtettem mondani, amint tudsz, szerez magadnak egy klánt. A klánban, a Tenno laborban van egy olyan fegyver, egy olyan kard, hogy Anku jelenleg az a kard über brutál, azt a kardot meg kell szerezned, kezdőszinten az Anku majd, hogy nem egy kötelező kard, ezt érdemes megszerezni, kimodolni, és hogy kell kimodolni, arról érdemes videókat nézni természetesen, vagy tanulmányozni a Wikipédiát, és akkor
Ezek a fegyverek, amiket felsoroltam az Ankóval együtt, nagyon jó kis fegyverek. Másodlagos fegyvernek egyelőre az Afuris, Axomati, Atomos, ha majd addig elértek, nagyon jó fegyver, Kulsztár, ha majd végképp elértek addig, über brutál fegyver, amelyekkel nagyon jól lehet bírni bármilyen fajta játékon is, vagy a klánba lementek ugyanúgy a Tenolaborba, hogyha már szereztetek magadnak egy klánt, és kiszeditek majd onnan az Axtilettót, ha jól emlékszem az a neve, de már nem vagyok benne biztos. Na, ez lett volna egy gyors start kezdőknek természetesen. Az első 50 platotokat igazából arra költitek, amire gondoljátok, de én azt javaslom, hogy Warframe slot helyre költsétek, vagy fegyver slot helyre. De mindenki arra költ, amire jól esik ebben a szempontból, de ez lenne egy gyors start arra, hogy hogyan kezdjünk el farmolni, és csináljuk minél több platinumot, minél több nyersanyagot idővel. Köszönöm a figyelmet, Necroprim voltam, sziasztok!